A kormány agresszív oltás politikájának folytán egyre inkább nő a feszültség a munkavállalók körében, ugyanis a kötelező oltás előszele már nagyon sok olyan munkahelyet is és munkáltatót elért, ahol ugyan nem lenne kötelező törvényileg az oltás, mégis negatívan diszkriminálják az ott dolgozókat. Egy ilyen esetet külön ki szeretnénk emelni, az egészségügyet érinti, azt tudjuk ugye, hogy sajnos az egészségügyi szakdolgozók számára kötelezővé tették az oltást, de azt elhallgatják, hogy szintén az egészségügyben dolgozó szociális dolgozók, illetőleg a gyermekvédelemben dolgozók számára törvényileg sem kötelező az oltás. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára körlevélben tájékoztatta az intézmények vezetőit, mégis számos olyan levél érkezett hozzánk, hogy presszionálják őket az oltásra. Tiszta vizet szeretnénk önteni tehát a pohárban, a szociális dolgozókra nem vonatkozik a rendelet, álljanak ki a jogaikért, illetőleg mindenkit arra hívunk, hogyha bármi olyat tapasztal a munkahelyén, nem csak az egészségügyben, hanem máshol is, hogy negatívan diszkriminálják azért, mert egyéni döntés alapján nem kíván élni az oltással, írjon nekünk a munkaügy@mihazánk.hu e-mail címre, fogjunk össze, ne hagyjuk, hogy éket verjenek közénk, és ezeket az ügyeket lehetőségeinkhez mérten képviselni fogjuk a nyilvánosság előtt.